Hello, sziasztok! Unboxing videó jön. Lehet ide kéne a tévéhez tennem a kamerát. Megtartja a kijelző? Itt az a nagy tepsi, csak ebben hogy teszem bele? Na mindegy, a széket azt pont tudom vele rögzíteni. Bontsuk ki, hogy mi jött. Ebben nem nagyon merek belevágni az ilyenekbe, mert ki tudja, hogy hogyan csomagolták. Általában jobban jár az ember, ha úgy tépi szét. Egy csomagba sok csomag, azt már értelem, hogy a matyóskor nyárba jártak ők. Ez szerintem a bringás mezem. Na úgy tapintásra, ennek örülök, mert pont olyan idő van. Tegnap volt nyár, 27 fok. Ma meg megint tél van, 10 akármi. Igen, ez ő lesz. Tök gyári fox, biztos, hogy eredeti. Hát Kínából jött, ami nem kínai, nem eredeti. Úristen, V-nyakú, ilyen szaranyagot. Hát azért nem kicsit számítottam jobbra, sokkal rikkancsabbra, ez szörnyű rosszul néz ki. S-es. Na most ezt mindjárt fölveszem, de szerintem ez az S-es, ez XL-es, hogy én nem tudom, pedig még ilyen, és nem is nyúlik, ami a legidegesítőbb egy ilyen. Hát a franc, hogy annyira nem néz ki horror szarú, de mutatom. Kitalálta ki a V-nyakat erre, és nem nyúlik az anyag, hogy hogy lehet ilyen szart gyártani. Remélem, rendeltem egy rendesebb meszt. Mondjuk az S-es az még úgy, ahogy, de hát itt iszonyú bő, itt szűk, hátul nem ér össze, szóval egy szar. És szerintem még nem is viszik ki a vizet, de ezt majd akkor, ha már tekerünk benne. Na nézzük, mink van még, mert ez eddig a semmi. Ú, ez nagyon picike. Mi az, ami ennyire pici? Vannak olyan dolgok, amik ennyire picik, és én rendeltem. Hát, ja, ennyire kínai. Atya világ, na hát ilyet se rendeljetek, mert ez, én azt hittem, hogy ez valami normális mérő műszerre való vég. Négy vezetékes mérőfej, csak hát látod mekkora? Lepkefing, vagy hangyafing méretű. Ilyet se rendelj szerintem, mert ez olyan pici, hogy nem is látja a kamera. Ugye ez... Azt hittem, hogy ez rendes cucc. De valahogy oda nem tudom azt, hogy oda hogyan lehet forrasztani, de még azt megoldom még valahogy szétfeszítve, hogy ha innét bejön a vezeték, oda pöttyintem. Hát mindegy. Nem volt drága, de semmit nem ér ránézésre, de négy vezetékes mérőfejnek terveztem, hát ez nagyon, nagyon pici játék. Ez az a videó, ami én megrendeltem, ti ezt ne rendeljétek. Dobálom össze a szemetet közben, mert az lesz. Ezek szerintem mérőkábelek. Azok legalább jók szoktak lenni. Én úgy szinte nem merem vágni, hogy ez szike már nem is nagyon kell. Kíváncsi vagyok, melyik fajta jött, mert ugye az oké, hogy aranyozott, de több fajta létezik ebből. És onnét ismered meg a jó fajtát. Ez mondjuk elég jó puha. Hogy ilyen? Igen, ez a jó fajta. Most nem tudom, mennyire látja a kamera, hogy egy banán így elhasítva, amiben ha belenyúlsz, ja, és a másik vége pedig aranyozott és tüskés. Hát arany színe sincsen, úgyhogy biztos, hogy nem aranyozott, de azért mondom, hogy ez jó fajta, és ennek kicsi aránylag az ellenállása. Igen, ide bele tudsz nyúlni, és szét tudod feszíteni, akkor belefeszül rendesen a műszerbe, és akkor egy elég jó. De ez ráadásul nagyon lágy, ez még jobb, mint ami szokott jönni. De ez nem is a maszt fúj. Az is jön. Ez nem maszt fúj, ez fogalmam nincs milyen. Hány fúj, mindegy, de nagyon jó lágy. Majd megmérjük, hogy milyen. Ugye Fox egy nikkel metal hidrid 1,2 volt a cellát, aztán rövid zárva rámérsz, hogy hány ampert, mert az 1,2 volt, hogy jó nagy rész a vezetéken esik, akkor kevesebb áramot mérsz. Mindegy, ebből jött 5. Ez valamire azért használható. Most, ha nem tévedek el, és az csak ez lehet, hogy a maszt fúj lesz, vagy egy másik cégtől rendelt, mert
sose lehet tudni, hogy melyik a jó fajta, melyik az, amit ki kell dobni, melyik az, amelyiket használni lehet. Az úgy ránézésre a jó fajta. Igen, ez is mérőkável. És olyan is előfordulhat, hogy teljesen ugyanaz jön több sztorból. Nézzük ezeket is. Szerintem ez itt tapintásra ugyanaz. Nagyon jó lágy. Innét tök ugyanaz. Ez a fele ugyanaz. A lényegesebb fele. Ez is ugyanaz. Ez a jó fajta. Ami itt nem egy lemez, hanem egy ilyen banán. Négy felé hasított banán. Ezek a jó fajták. Hát akkor most igazából jött egy csomó mérőkábel. Ez olyan, amilyen. Jó lesz játszósnak, majd csinálok bele valamit. Négy vezetékes méréshez, de hát igazából az a probléma vele, hogyha ki akar négy vezetékes mérés mérni ilyen picikével. Hát én nem. De ez szerintem teljesen ugyanaz jött. Akkor most jött 8 ugyanolyan, de hála az égnek a jó fajta. Úgyhogy végül is, amit használhatatlan teljesen, az az, ami rajtam van. De azért majd elmegyek bringázni, aztán kit érdekel. Egy olyan szép rikító színek összeállítású, és azt írták, hogy légáteresztő. Mondjuk a levegőt ez tényleg átereszti szerintem, mert hogyha eleresztesz benne valami légnemű anyagot, az biztos, hogy kijön. De az izzadságtól félek, hogy ez nem az a jó anyag. Iratkozzatok fel, nem előttök le semmire mozogni, alig bírok benne, mert annyira nem nyúlik. Sziasztok!